November 1 a Magyar-Magyar Kulturális Kapcsolatokért Felelős Miniszteri Biztossá nevezték ki Petneházi Attilát, a szabolcs már bereg megyei egyes számú választókerület korábbi országgyűlési képviselőjét. Vendégem a stúdióban a Miniszteri Biztos. Köszöntöm. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves nézőt. Jó estét! November 1 -e volt az az időpont, amikor ez az új munkakör, ez a megbizatás életbe lépett az ön életében. Sikerült-e már az elmúlt másfél hónap alatt olyan tapasztalatokat gyűjteni, amit most meg lehet osztani a kedves nézőkkel? Hogy nem mindenképpen sikerült, de újszerűnek nem mondható ez a fajta feladat, mert országgyűlési képviselőként szerencsém volt részt venni a Nemzeti Összetartozás Bizottságának munkájába, és hát ez nagyban ezt a területet fette, jelesül, hogy a Kárpát-medence magyarságát vette céljául, már utazásokkal úgy értem, rengeteget utaztunk mindenfelé a Kárpát-medencében, magyar közösségekhez, az ő problémáikat próbáltuk meg körbejárni, felmérni, egészen délvidéktől Csángóföldig, felvidéken át mindenfelé, úgyhogy az embernek azért lett egyfajta helyismerete, lett egyfajta ismeretségi köre a már-már baráti köröknek is nevezhetem ezeket, és tulajdonképpen így csöppentem ebbe az új feladatba bele, és ez nagyon megkönnyítette. A másik, ami megkönnyítette azt, hogy én most nagy részt ebbe az elmúlt egy hónapban színházakat látogattam, a kulturális intézmények vendége lehettem az elmúlt hónap során is már, bár azt megelőzően is, és a másik, ami megkönnyítette, az az, hogy én Nekem a színpadon eltöltött 30 év van a hátam mögött, és ennél fogva talán nem is volt olyan intézmény eddig, ahol ne találtam volna egy-két ismerőst, régi játszótársat, és hát a legtöbb határon túli magyar társulat színpadán is már álltam, mint vendégjátékok szereplője. Mi várható a jövőben? attól, öntől. Tehát attól, hogy, hogy létezik ez a fajta megbizatás és ez a feladatkör. Hát mindenképpen szerencsés az eleve elmondottak miatt, hogy én tudom, hogy hol van a színháznak a hátsó bejárata is, és hol találja meg az ember a színpadot, de félre a tréfával azért ennyi év után már az ember félszavakból is megérti azt, ha egy adott társulat egy adott vezető elmondja, hogy mik a problémái. Az első körben ez is a feladatom, felmérni azokat a nehézségeket, azokat a megoldásra váró feladatokat, amik a kinti magyar társulatok előtt állnak, és megkérdezni, leülni velük, hogy ők hogy mint látják saját maguk sorsát. Egy valamit, ha az ember más nem is, mondhatnám Érzelődve nem megtanulhat a művészet világában, a színészetben az alázatot. És ez a feladat feladathoz, ami most nekem szerencsén van ellátni, ez nagyon nagy szükség van alázatra, mert egyszerűen csak figyelni kell, és nagyon érzékenyen kell figyelni, mert csak így lehetséges, hogy valóban meghallja azokat a mondatokat, azokat a problémákat, amiket neki elmondanak. Mondhatnám azt is, hogy mégis egyszerű dolgom van, mert csak fel kell ezeket jegyezni, ezeket összeszedni, és még azt is megkérdezze az ember, hogy, hogy miképpen segítsen, mert semmi esetre sem szabad azt mondani, hogy szerintem a ti állapototok most ilyen, most ilyen De is ilyen helyzet. Nem szabad. Semmiképpen nem. Hogyan fogadják egyébként önt? Megkönnyíti a, a szakmabeli szakmán belüliség megkönnyíti a feladatomat, már hát csak annál is inkább, mert a legtöbb vezetőt valóban személyesen is ismertem, ahol eddig voltam, nyilván van olyan, akit nem, de ez egy kicsi szakma, ismerik egymást az emberek, ha máshogy nem hallom, másból figyelemmel követik más színház, szerencsés esetben figyelemmel követik más színház munkáját. Úgyhogy mindenképpen az ember tényleg megfelelően és megfelelő stílusba próbálja a látogatás során tálalni azt, hogy miért is jött, akkor nagyon nyitottak, mert problémák sajnos vannak. Mennyire lehet előre látni? mennyire lehet időben előre tervezni egyáltalán? Hát Így már az induláskor. Hát úgy, hogy azért megfogalmazódtak bennem már régebben is olyan dolgok, hogy mik és milyen módon lehetne segíteni. De mondom még egyszer, ezt is meg kell kérdezni, hogy valóban jól látom-e az adott helyen, hogy ez lenne segítség, amaz lenne segítség. És hát bizonyos célokat ki kell tűzni, és azokat megcélozni. Nem szabad százféle dolgot. És ezeket a dolgokat türelmesen végigjárva meg kell kérdezni mindenütt, minden kulturális intézményben, és mindenütt valóban közösen kell kialakítani azt, hogy mik is lennének azok a problémák, mik is lennének azok az irányok, amik tényleg előre mozdítanak. A magyar-magyar kulturális kapcsolatok nyilván nem csak a színházakra vonatkoznak. Nem, ez így van. Természetesen ide tartoznak fesztiválok, ez is megyek most már ő, során negyedszer megyek Kolozsvárra. Kolozsvár most az egyik legnagyobb magyar közösség, számszerűleg, nem ö, százalékos arányait tekintve, mert nyilván a Székely Föld központjának szokás nevezni Marosvásárhelyt, már ezt a kolozsváriak né, némi kritikával szokták illetni. Nem múltkor éppen a Kolozsvár főterén megrottak, hogy mindig átrohannak itt az emberek, mikor mennek Székelyföldön, meg visszafelé is csak így átrohannak Kolozsváron. Itt mondtam, ne éppen itt állunk Kolozsvár főterén, és még itt is alszom, és éppen három találkozót szerveztetek le ti is. Úgyhogy éppen nekem nem mondhatjátok ezt, de egy szó mint száz most ennél fogva és nyilván nem csak ezért, de a negyedszer január 4-én megint megyek Kolozsvárra, ahol a színházigazgató Tompa igazgató úrral fogok megbeszélést folytatni, illetve a Kolozsvári napok szervezőjével is, mert hiszen ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggenek. Nyáron megkértek, hogy a kultúra identitásteremtő erejéről Próbáljak meg egy beszélgetést vezényelni, mint, mint előadót nem mondanék, mert egy igen tartalmas beszélgetés lett belőle, és nem is volt szándékom megpróbálni okosnak tűnő dolgokat mondani, hanem csak úgy ilyen érdekességekkel kezdtem el, mégis azok az emblematikus előadások, amik születtek az elmúlt évtizedekben Magyarországon is, amik amik tulajdonképpen a magyarság tudatot erősítik, és hát ez nem kell mondanom, ez határon túl sokkal jelentősebb hangzatú mondat, ez sokkal uh, mélyebben érinti meg a kint élőket. Egy-egy ilyen kulturális produkció is, ha tetszik. Én gondolom, hogy ahogy telik majd az idő, és körvonalazódnak közös Dolgok. Én úgy gondolom, hogy itt ebben a stúdióban még többször fogunk majd találkozni, most megköszönöm, hogy eljött hozzánk. Én és kitartó szépen, szép hogy munkát itt kívánok láttam. önnek! Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek kívánok. és új esztendőt!